Reggel 5-kor kelek, 6-ra kicsinosítva magam beérek a tételekért, ott 6 órakor fölvettem, majd behoztam ide, aztán jöttek hosszú tömött sorba egyrészt a diákok, másrészt a kollégák. Így indult a nap a Radnótiban, ahol voltak, akik már 11:30 körül befejezték a vizsgát. A legtöbben azonban az utolsó perceket is kihasználták, hogy átnézzék a dolgozatukat. Ebből a gimnáziumból 188-an középszinten, 4-en emelt szinten érettségiztek. Többségük elégedett volt a kapott feladatokkal. Jobban, mint számítottam, mert nehezebb feladatsorra számítottam, de hát majd meglátjuk. Nagyon örültem, amikor láttam, hogy Petőfi, Kosztolányi, József Attila és Radnóti, mert azért ezeket alaposabban vettük. A legtöbb diák a novella elemzést választotta a 4 óra hosszás vizsgán, míg a második szövegalkotási feladat részre 150, a szövegértésére 90 perc állt a rendelkezésre. Ez utóbbit az összetett feladatok miatt keveselték néhányan. A tanárok is ebben a változásban látják a legnagyobb kihívást. Szerintem a második részre biztos, hogy elég volt az idő, de szerintem az első kicsit ott jobban kellett sietnem, de a másodikat hamarabb is fejeztem be egy kicsit. Szövegértéssel elment nagyjából az összes idő után, amíg kellett írni egy érvelést, vagy a másik az nem is tudom, jó volt, én érvelést írtam. Aztán novella elemzés, ott már volt bőven idő, szerintem az 2,5 óra az elég rá. Vagy érvelést ír, 2-5 érvel, ami jól elkülönül egymástól, vagy pedig most motivációs levél a másik feladata gyakorlati szövegfajták közül. Most erre úgy gondolom, hogy azért mind a kettőre idő kell, hogy ő azt végigfuttassa magában, hogy mi a jó megoldás. A szaktanárok szerint a 4 év tantárgyi tudása mellett a leleményességre is szükségük volt a diákoknak, ahhoz, hogy a vizsgázók rendben számot adjanak tudásukról, az iskola nyugodt körülményeket biztosított. Folyosókat lezárunk, értelemszerűen telefon nem működhet kívülről, ne zavarjanak bennünket, idegenek nem jöhetnek be. És hát a termekben pedig olyan körülmények kellenek, ahol a gyerekek maguk tudnak dolgozni. A végzősök próbatétele éppen csak elkezdődött, hiszen kedden a matematika feladatok kihívásaival kell szembenézniük.